Jön a lapos bepassz középre, ott a lehetőség és gól! 2-1, nagyon gyönyörű, nagyon szép. Csodálatos, szép találat. Vida Máté az, aki csmelik lapos rövid passzát. Idén a DAC minden bajnoki mérkőzésén kezdő volt Vida Máté. A középpályás most pedig bekerült a magyar labdarúgó válogatott horvátok és azeriek elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretébe is. Nagyon örülök neki, nyilván nem tudok más mondani. Óriási motiváció ez számomra, mindennapi edzésekre is, hétvégi bajnokira is, és szeretném megmutatni magam a válogatottba, és szeretnék segíteni a csapatnak. Igazából mindig az a célom, hogy minél jobban megmutassam magam, ezért adok ki mindent magamból minden meccsen, és próbálom magamra felhívni a figyelmet. Szerencsére ez most összejött, a szövetségkapitány behívott ugye a válogatottba. Ez tényleg egy visszajelzés, visszaigazolás, hogy jól végzem a dolgomat. Úgyhogy továbbiakban is így szeretném folytatni, és minél több szerepet kapni a válogatottba is majd idővel. Vida Máté a DAC-nál a munkás játékosok közé tartozik, aki a meccs elejétől a végéig dolgozik és jelen van a pályán. A magyar válogatott EB-selejtezőivel kapcsolatban azt mondja, nagyon akarja, hogy a nemzeti csapat sikeresen szerepeljen. Elégedett lenne, ha tudnának pontot szerezni Horvátországban, hazai pályán pedig az azeriek ellen nyerniük kell. Már voltam 19-20 évesen a válogatottban, 3 meccsen pályára is léptem, úgyhogy ez a kezdeti drukk ez már nem lesz meg. Mindenkit ismerek a válogatottból, jó kapcsolatot ápolok mindenkivel, úgyhogy tényleg mindenkit ismerek, szóval semmi sem lesz új, úgyhogy nem tartok semmitől. A magyar válogatott csütörtökön este lép pályára Splitben, 3 nappal később, vasárnap pedig az azeriekkel a budapesti Grupama Arénában. Az E csoportban a horvátok állnak az élen 10 ponttal, őket követik a szlovákok és a magyarok 9-el.